A Budafoki pincejárat egyik oszlopos tagja, a Várszegi pincészet, aki minden hónapban különleges borokkal és ételekkel várja az ideérkezőket. Mindig ez a két különleges fatál, ez nálatok az étlapon szokott lenni, igaz? Igen. Mit kell tudni róla? Én tudom, de áruljuk el, hogy mitől különlegesek. Igen, ez az úgynevezett kóstoló tálunk, amit az alapbor kóstolónkhoz ajánlunk minden vendégünknek, és ez talán az egyik legnépszerűbb étel a pincénél. Ez alkotja egy sajttál, amin a helyi piacról vásárolt sajtok vannak, tehén, illetve kecske sajtok. A felvágott tálon pedig egy kicsit ilyen magyarosabb jellegű dolgok vannak, sonka, fűszeres töpörtyű, egy nagyon finom parasztmájas, friss zöldségekkel és friss kenyérrel tálaljuk. És milyen bort kínálsz hozzá a betérőknek? Igazából természetesen mindegyik borát a pincészetnek, ezekhez az ételekhez direkt úgy is állítottuk össze, hogy mindegyikhez passzoljon. De nekem három nagy kedvencemet készítettem ide. Az első az a Villant Selection Riesling küvénk 2016-os évjáratból. Ő egy 50% rajnai Riesling és 50% olasz Riesling házasítása, egy év fahordós érlelés, illetve egy év palackos érlelés után került forgalomba, most már egy jó ideje forgalomba van, és a Vinagóra nemzetközi borversenyen egy aranyérmet is hozott a pincészet számára. Igen, látom is rajta, gratulálok. Igen, hozzá. A következő bor? A következő borunk a Villant küvénk, ő most a vörösek közül a pincészet csúcsbora, 2015-ös évjárat van jelenleg forgalomba. Ő egy teljes érettségű szőlőből készült tétel, 70% Cabernet Sauvignon és 30% Merlot alkotja, két év fahordós érlelés, és ő most került két év palackos érlelés után forgalomba. Itt odafigyeltünk a villantboroknál, mindegyiknél ugye csak fahordóban érleljük egy-két évig mindegyik tétel, de odafigyelünk a intenzív gyümölcsös aromákra is, a telt karakterességgel mellett a borainknak. Akkor ezt is ajánlod a sajt mellé is, és illetve a húsos tál abszolút mellé is. Mind a kettő. Egy finom, kicsit intenzívebb kecske sajt mellé kár. És a harmadik bor? A harmadik bor a Chardonnay-nk, igen, ő szintén a 2016-os évjáratból, ő a fehérek közül a csúcsbora a pincészetnek. A Vinagórán szintén aranyérmet nyert, a Grand Prix Vinexen Csehországban nagy aranyérmet nyert, és a Chardonnay du Monde-on is aranyérmet nyert, amit mondhatjuk, hogy a Chardonnay világbajnokság. A világból 800 Chardonnay közül 54 kapott aranyérmet, és ő köztük volt. A sorrend egyébként, a fogyasztási sorrend az mindegy ezeknél a boroknál? Először természetesen a fehéreket, Riesling, Chardonnay, és a végére a vörösbort, azt mindenféleképpen így ajánlanám. Hát köszönjük szépen, és hát várunk szeretettel mindenkit akkor ide a Várszegi pincészetbe.